Hát a vasárnap az nem jön össze nekem ma. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő heti vlogomhoz. Ma vasárnap van, és körülbelül 10 perce posztoltam ki a múlt heti videót, és nincs kedvem semmihez. Nagyon meleg van, nagyon szenvedek, de mindjárt valamit kezdenem kell magammal, mert körbenézek, és káosz és anarchia van mindenhol. Úgyhogy... Éj! Pizza napom van. De jó. Igen. Csodálatos hétfőt kívánok mindenkinek. Még kell egy kis idő, hogy én is érezzem. Csodálatos hétfőt kívánok mindenkinek! Igaz, hogy az előbb beköszöntem már nektek egy pillanatra, de hát az a beköszönés az nem teljesen volt értékelhető. Ahogy látjátok, én már kocsiba ülök, és indulok is be a Safi Shopba, ugyanis most jöttem rá, hogy nincsen minden itthon, amire szükségem lenne. Úgyhogy villámgyorsan befutok, most van 8 óra 19. Igyekszem minél hamarabb elintézni, szerettem volna ebben az időben menni lovagolni, hogy még a meleg előtt le tudjam. De úgy néz ki, hogy megint estére marad az egész, úgyhogy... Mindegy, lényeg a lényegben, elindultam Safi Shopban, menet közben jelentkezek. Most már kezdtem éhes lenni, ha őszinte akarok lenni. Szokásos módon a két teli zacskó. Hello! Félig imádok Safi boltba járni, félig viszont nagyon nem szeretek. És azt hiszem, hogy értitek, hogy a nagyon nem szeretek rész mire vonatkozik. De jó, lényeg a lényegben, mai napi első feladat. Kipipálva, mehetünk haza. Harmincháromból 23 fok másfél óra alatt, körülbelül. Amikor ekkora időjárás változás van, akkor mindig meg van bolondulva az állat, úgyhogy alig várom, hogy kiérjek. Biztos izgi lesz. Rá vagyok kapcsolódva Bence telefonjára, és hallom, hogy gépel. És a lényeg az, hogy megyek ki lovagolni, és hideg van, hoztam pulcsit, úgyhogy... Szia, szépség! Képzeljétek, megyünk a kertbisztróba kajálni. Idejét nem tudom, mikor voltunk így beülősen utoljára valahol. Amíg odaérünk, addig nézzetek meg egy kis recap-et a tegnapi és tegnap előtti napomról. Most. Azt hitted? Most. Na, sziasztok! Most vágás közben jutott eszembe, hogy nem vettem fel nektek azt a részt, amikor igazából a recapnek a lényegét elmondom, hogy mi is történt az elmúlt két napban, amiről ti lemaradtatok. Az első és a legfontosabb az az, hogy voltam kressz vizsgázni, ugyanis azt lehet, hogy tudjátok már páran, hogy a C-s jogosítványom, ami a kamion, az már megvan egy az egybe, viszont szeretnénk öcsivel teljesen befejezni és egy C+E-t is megcsinálni, ami igazából a kamion és a nehéz pótkocsi hozzá, és most ezt csináljuk. Úgyhogy szerdán voltam vizsgázni, megvan a kressz és a szerkezeti, úgyhogy lehet kezdeni a vezetést, viszont az előtte való nap és az nap, amikor voltunk, az egy kicsit stresszesen telt, és nem videóztam nektek semmit, de alapvetően tanultam, kressztesztet töltöttem, és próbáltam rákészülni a dolgokra. És a másik nagyon fontos dolog, amit szerettem volna mondani, hogy végre megjött a Jeffrey is
csomagom, egy szájfény és a Cream Etit paletta. Írtátok már páran Instán, hogy szeretnétek, hogyha csinálnék belőle videót, de hogyha tényleg érdekeltiteket, akkor itt a komment részekbe is várom. És jött még egy Morphe-s csomagom is, azt is meg fogom nektek mutatni, de körülbelül ennyi történt egyébként abban a két napban, amiről ti nem láttatok semmit. Úgyhogy... Szerencsére a telefon pont azt a hőfokot mutatta, ami valójában van, úgyhogy egy cseppet se vagyok melegen öltözve. 21-et, 29-et érzek szerintem. Ja, de nem baj. Divatosak vagyunk, és ez a lényeg. Végre itt. Szia szépség! Várjál, most vagy éles. És nézzétek, vannak hűtőink is, úgyhogy nem fogok megsülni. Ezt kicsit arrébb akarom. Köszönjük szépen. Köszi. Randi. Mit osztál? Le parmesan osztál. Igen. És gluténmentes kenyérrel kaptam. Ó, köszönjük! Ó, de jól néz ki. Köszönjük. Második kör? Muszáj felvenni ezt a na, mutasd, mink van. Édesosabb burgonya. Ó, oh, wow! Ó, oh, de jó, köszönöm! Erről van szó. Ó, oh, de jó. Ó, oh, de finomad van. Hát jó étvágyat nekünk. Ezt nézzétek, milyen összeállítást kaptam. Ó, oh, de jó. És persze közben már megy a kompi. Nagyon cuki vagy, köszönöm szépen! Borsó! Jaj! Végeztünk a kajával. Hát igen, gurulunk, és nem csak a kocsi. Mit szoktam ilyenkor mondani? Mit? Hát te mondtad, amikor idefele jöttünk. Boldog gyerek. Igen! Nagyon boldog gyerek vagyok. Nagyon jól laktam, de jó ég mondjuk. Ezt nem rakom ki az ablakból, mert nem fogtok semmit hallani. Jobb, ugye? Kipukkadok, elindultunk haza, és nem tudom még, hogy mi lesz a további program. Hát pakolni fogsz. Vagy nem? Vagy... Olyan vicces fiú. De azt mondtad. Na majd meglátjuk, de most menjünk haza, és majd onnan folytatjuk. Megint kajálni vagyunk. Óvatosan. Most nem Bencével. Le vagy buktatva. Minden mentes pátájt eszek. Boldogság. Na sziasztok, kaja után vagyunk egy kicsivel, és kezd lehűlni megint az idő. 27 fok van. Ami a délelőtti 30 valamennyihez képest egészen hűvösnek érződik egy ilyen jó kis széllel. Megyek ki a lovardába, viszont most lesz egy speciális vendégem, ugyanis jön velem Bence is. Kijön egy kicsit levegőzni, sétálgatni. Úgyhogy most ez a program 6:30 van, úgyhogy egész későn megyünk ki, de kicsit fájt a feje, vagy hát fáj is még most is a feje. Azt beszéltük, hogy valószínű ez lesz neki a legjobb, hogyha kijön sétálni egyet. Úgyhogy menjünk ki a lovardába. Na, az a helyzet, hogy van nálam itt egy lássos csomag, amit szégyellek elmondani, hogy mikor kaptam, ugyanis még karantén elején. Mondom az üzenetet, kedves Rebeka, fogad szeretettel anyák napi válogatásunkat. Úristen! Knockout habfürdő, Baby's Balm pucér arcápoló, Mamma Mia pucér testradír, post shampoo,
korong, vigyázzatok egymásra, szeretettel Kinga. Köszi Kinga! Elfelejtettem. Jaj! Ezeket annyira imádom. Nagyon jó. Ez a pucér arcápoló. Ó, de szép. Ez lesz a samponkorongunk. Csillagok! Ez lesz a testradír. És... ó, boxkesztyű. Ez lesz a habfürdőnk, és arra gondoltam, hogy ezt ma ki is próbáljuk. Ha már ilyen szépen ráfelejtettem, akkor ma ennek adunk egy kört. Remélem végig annyira csörögtem, hogy nem hallottatok semmit. Elég fáradt vagyok, vagy olyan nyúzott, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy jó habfürdő az biztosan jót fog tenni. Úgyhogy még mielőtt bemennék a kádba, lemosom gyorsan sminkem, és valószínű, hogy csinálok egy hámnasztást, utána pedig mehetünk habfürdőzni. Tudom, hogy még mindig nem mutattam egyébként nektek teljes arcápolási rutint, viszont ezt nem mondjátok el senkinek, de nem sokára kész lesz a fürdőnk. És ahogy ez megtörténik, azonnal jönni fogok nektek a teljes reggeli rutin, esti rutinnal, hajápolás, amit el tudtok képzelni, minden videó fog érkezni. Viszont most csak nagyon gyorsan megmutatom, hogy hogy néz ki egy olyan este, amikor úgy érzem, hogy teljesen gatya az arcom. Egy hete körülbelül szinte tökéletes volt, de valószínű, hogy a hónapnak azon a részén tartok, és hát hadd ne mondjam, hogy hogy néz ki az arcom, de mindjárt látni fogjátok. Úgyhogy az első lépésem az az lesz, hogy egy sminklemosó olajjal, balzsammal le fogom szedni azt a kevés alapozót és a rengeteg naptejet, ami az arcomon van. És most ehhez a Farmacinak a Green Clean-jét fogom használni. És azoknak, akit érdekel, Kád Beauty-ról rendeltem, viszont ott nincsen sajnos a 100 ml, csak az 50-es, úgyhogy meglehetősen gyorsan átfutottam rajta, nem sokára elfogy, de mutattam egyébként nektek a drogériás cleanseres videómba, hogy Nivea-nak találtam olaját, és Nivea-nak? Azt hiszem, majd bevágom ide nektek, és azt nagyon szeretem. Hetente egyszer szoktam egyébként azt csinálni, hogy azon kívül, hogy lemosom, vagy hát leoldom a sminket az arcomról, egy jó 10 percig masszírozgatom az arcomat vele, ugyanis fun fact, hogy az olaj oldja az olajat, és ha nagyon leegyszerűsítve nézzük, akkor a miteszerek olajból, zsírból vannak. Úgyhogy ha egy jó ideig csináljátok, akkor jó pár miteszert ki tudtok vele szedni nyomkodás nélkül. És tök vicces, mert hát most ezt hogy mutassam meg nektek? Nem tudom, hogy látjátok-e, megpróbálom majd bekarikázni nektek. De vannak ilyen incuri-pincuri fekete kis pöttyök az ujjaimon, vagy hát a tenyeremen, amik egyértelműen kis miteszerek, és tök bul is látni, ahogy kijönnek, úgyhogy próbáljátok ki. Kicsit vízzel feloldottam, most pedig egy törölköző kesztyűvel szépen letörlöm. Ó, sziasztok! Ilyen egy boldog barát, aki Fortnite-ozik. Következő lépés. Teljesen egyszerű CeraVe habzó arctisztító. Hetente körülbelül egyszer szoktam használni a szalicil savasat, és a többi napon általában ezt. Úgyhogy egy kicsit bevizezem a mancsaimat, egy fél pumpányit kinyomok, incuri-fincurit felhabosítom, és elkezdem megmosni az arcom.
Nyilván, hogyha ezt folyóvíznél, vagy kádban, tusolás közben normálisan, vagy nem kamera előtt csinálod, erre akarok kiukadni, akkor nagyon szépen habzik, és rendes nagy buborékok lesznek. Most ezt nyilván nem látjátok. Sokkal kevesebb vizet tudok így használni, mint egyébként, de a célnak megfelel. Oké. És mivel nem szeretnék túl durva a hámlasztást, így mandulasavat fogok használni. Ez egy Alissa Beauty-s hámlasztósav. Ez az egyik leggyengébb. Fókusz. És most már amúgy látjátok, hogy... Igen. Elképesztően puha egyébként mostanában az arcom, viszont most nem a legtökéletesebb, de alakul, haladunk. Körülbelül 2 pipettát szoktam egyébként elosztani az arcomon. Teljesen egyenletesen. És ezt 8 percig hagyom fent, utána hoppá, közben folyik az egész kezemen. 8 perc, ahogy letelik a 8 perc, jövök vissza és együtt lemossuk. 8 perccel később, teljesen tiszta vízzel, óvatosan letörlöm. És kész. Egy nagyon lájtos hámlasztást kapunk a törölközőtől is igazából, bár nyilván nem nyomom rá, csak nagyon óvatosan törlöm le. Úgyhogy nem olyan sokat, de nagyon jó puha lett az arcom, és szerintem a jelenlegi helyzetnek is kifejezetten jót fog tenni. Úgyhogy ennyi, a többit azt nem szeretném lelőni. Azt majd megmutatom, hogyha kész a fürdő, nagyon várom már, annyira várom, hogy megcsináljam nektek azokat a videókat, de ja. Úgyhogy most ennyi, és menjünk fürdeni. Megmutassam, hogy mit tanultam most az előbb? Ne fogjam meg. Látod? Ez mi? Befogta a bomba. Bomba? A bomba. A bomba. It's a beautiful day. Szombat, 12:54, 25 fok, elindultam kifele lovardába, be kell menjek egy pár boltba, ilyen tiszta izgi dolgok, hogy zöldséges, gyógyszertár, valahova még mennem kell, el fogom felejteni, már elfelejtettem, úgyhogy mindegy, és... Ja. Hogy áll a hajam? Mi van a hajammal, te? Bolt time again. 3 hours later. Rebeka nyitja a kaput. Nekem meg lassan kaput, olyan meleg van. Hogy így jön be?